A karcagi nagyfőzők otthon főzték meg a hungarikum birka pörköltet. Így az étel szerelmesei nem maradtak a kulináris élvezetek nélkül. Helyszíni riportjaink következnek. Üdvözlöm Nagy György Jenőt, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének az elnökét. Itt vagyunk otthonában, ahol nem rendhagyó keretek között főzi a birkát. Igen, hát ezen a napon ugye a birkafőző fesztivál lenne a városba egy vírus miatt, most ez ugye elmaradt, és ilyenkor már mindig ott vagyunk kint, ilyenkor már az egész egyesület összes tagja főzi a birkát, nem is egyet, hanem többet, úgyhogy ez egy rendhagyó tényleg, hogy itthon kell most főznünk. Hogyan emlékezik az első birkafőző fesztiválra? Amin én voltam az első, nagyon érdekes, hiszen már az is 20 éve, gyakorlatilag barátaimmal elhatároztuk, hogy mi is főzünk ezen a versenyen. Akkor még főző verseny volt, még nem is volt fesztivál, és hát nagy elánnal vágtunk bele abba, hogy kiválasszuk egyáltalán a birkát, összeszedjük a lábast, a kasztolt, amiben főzünk, és hát tanácsokat kértünk a szülőktől, hogy is kellene akkor ott olyat főzni, amiben tényleg mindenkinek a kedvére való, főleg elsőre. Sikerült is, én úgy gondolom, nem volt benne hiba, sok családtag eljött, megkóstolta, és jónak értékelték már az elsőt, és én úgy emlékszem. Ugye beszéltünk arról, hogy most itthon családi körülmények között, családi közegben főzi a birkát, és hogy mi volt sok-sok évvel ezelőtt, amikor ez a hatalmas évet bejárt program útjára indult. Ön hogyan látja, volt arról szó, hogy egy vírushelyzet miatt ugye került elhalasztásra, hogyan fogadták az emberek ezt? Nagyon nehezen, nagyon sok telefont kaptam vidékről, jöttek volna vendégek, akik évről évre meglátogatják a fesztiválunkat, évről évre itt vannak és szeretik megkóstolni a birkapörköltet, de megértették, és adtam nekik tanácsot, van akinek jövő héten kell főzni egy komplett birkát, úgy gondolta, hogy hamar nem tud eljönni, mert nem lesz fesztivál, akkor ő jövő héten elviszi magával. Tehát nagyon sok érdeklődő volt most is, de mindenki megértette, szerintem az emberek nagyon türelmesek, várják a jövő évet, hát ha akkor tényleg egy új versenyen, vagy egy új fesztiválon újra megkóstolhatják a karcagi birkát. Volt arról szó, hogy amikor ön elsőként indult, akkor tanácsokat, ötleteket kért ahhoz, hogy milyen egy jó birka pörkölt, és ugye a körítést is hogyan kell megrendezni köré, akkor árulja el nekünk ezt a titkot. Hát minden titkot nem árulhatok el azért, mert mindenkinek megvan a saját egyéni ízlése, egyéni hagyománya, hogy megfőzi ezt a birkát. Én is anyukámtól és apukámtól tanultam meg, mind a ketten elláttak jó tanácsa, hogy kell megdisztelni esetleg a hagymát, mikor kell beletenni a paprikát, hogy ne égjen meg. És azóta az eltelt 20 év után finomítottam rajta, eleinte még mindig kértem tanácsot, aztán már azért most már teljesen önállóan már én oktatom, vagy én tanítom a fiamnak, vagy az érdeklődőknek, akik ugye meg szeretnék ezt a birkafőzést tanulni. Nyilván az alapanyagokon túl van még más fortéja is. Mibe főzzük a birkát, hogy igazán finom legyen? Igen, hát ez Karcagra teljesen jellemző, ez az öntött vas, lábas, mi kasztrolynak hívjuk. Ennek két fajtája is van, én is most mind a kettőbe főzök. Van egy pilzeni típusú, vagy a kőbányai típusú, ami laposaljú, öntött vas lábas, illetve vannak egy fiatalabb, ezek nagyon régiek már, ilyen több mint 50-70 évesek, inkább azt mondanám. Meg vannak a kerekaljú, nagy öntött vas lábasok, ők pedig Erdélyből származnak, ők még egy fiatalabb generációt képviselnek, hiszen alig 20-25 éve jelentek meg itt a piacon, mondjuk 30, de azóta is törettelül látják el a feladatokat. Tehát ez a lényeg itt Karcagon, öntött vas lábasba, a fülétől a farkáig belefőzzük a birkát. Arról is ejtsünk azért néhány szót, hogy itt most családi körben történik. Mi az a kis kiegészítés, ami a birka pörköltön túl mindenképpen jelen kell lenni egy asztalon, amikor birkát eszünk? Hát egy jó bor nem hiányozhat, úgy gondolom, az asztalról, legyen az egy száraz fehér vagy egy száraz vörös, és egy jó pálinka, egy szilvapálinka, ami a saját kertjébe termett, az embernek még büszkeséggel is tölti el, hogyha megdicsérik. Én gondolom, ezek nem hiányozhatnak, és persze mellé egy kis főtt burgonya, azért kiegészítésképpen, bár Karcagon ugye a szokás egy szem burgonya, egy birka egy szem burgonya, ezt tartja, de ezek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy egy jó ebédet elköltsön a család.
Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A mai napon rendhagyó módon került meg a Birkafőző Fesztivál napján. Otthonunkban is a birkafőzés, meséljen erről néhány mondatot. Úgy gondoltuk, hogy én mindegy egyes birkafőző fesztiválon főztem. És beszélgettük az ismerősökkel, hogy június utolsó szombatján nincs olyan, hogy mi nem főzünk. Mert a Karcagon a birkafőzés nem a birkafőző fesztivál miatt volt, hanem amiatt, hogy szeretjük a birka pörköltet, és úgy gondoltunk, és azt látom, nagyon sokan úgy gondoltak Karcagon és a környékén, hogy főzni fognak birka pörköltet, én is így csinálom, segítenek a családtagok, és délre, amikorra kész lesz, akkor barátok, ismerősök, rokonok fognak jönni, és ugyanúgy megesszük. Ugyan hiányzik a birka főző fesztiválnak a hangulata, hiszen ott olyan emberekkel találkozunk, olyan régi ismerősökkel, régi barátokkal, akikkel csak évente egyszer a birka főző fesztiválon. Ez a hangulat hiányzik, de semmiképpen nem adjuk fel azt a hagyományt, hogy ilyenkor birka pörköltet főzünk, és jó étvágyal meg is esszük. Említette, hogy minden egyes birkafőző fesztiválon ott volt. Hogyan emlékszik vissza az elsőre? Hát az elsőn talán 30, vagy még lehet, hogy kevesebben voltunk. Én emlékszem az első helyre, amin nem az első helyezésre, hanem az első helyre, ahol főztem, hiszen a múzeum mögötti részen főztünk, ott voltunk először, utána a múzeum oldalánál, a pincelejárónál, és talán már 10-11 néhány éve pedig a múzeum kert nagykapujánál főzünk. Mindig jó társaság volt, jó szomszédok voltak, az egymás kínálása, az egymás heccelése, ez mindig hozzátartozott a birkafőző fesztiválnak a hangulatához, ez egy kicsit ez hiányzik. Most e-mailen, SMS-be kritizáljuk egymásnak a birkapörköltjét, szólunk hozzá, de azt gondolom, hogy különleges ez a mostani helyzet, de a karcagiak ilyenkor is főznek birkapörköltet, meg máskor is. Én azt gondolom, hogy ezt a hagyományt meg kell őrizni, nekem a fiaim segítenek, és könnyebben haladunk így. Kialakul az évek alatt a rutin, milyen egy jó birkapörkölt, miben főzzük, és milyen fűszerezést igényel? Hát az a helyzet, hogy engem is megcsapott az a gondolat még a kezdetén, hogy lehet ezt variálni. Nem szabad variálni. A jó birkapörköltet nem szabad variálni. A régi recept, a hagyományos receptek alapján kell megfőzni, és nekem az a tapasztalatom, hogy a jó birkapörkölt, az igazán finom birkapörkölt, azon múlik, hogy legalább egy órával később legyen kész, mint hogy a vendégek számítanak rá. Tehát jó éhes ember a közepes birkapörköltet is kitűnőnek találja. Én azt gondolom, hogy már nagy átlagban már jó közepeset tudok főzni. Nem érem még utol azokat a nagy karcagi birkapörkölt főzőket, akik minden egyes alkalommal csodát tudnak művelni, én inkább a jó közepesek közé tartozom, remélem. Hungarikummá vált a birkapörkölt, miért van ennek kiemelt jelentősége? Én azt látom, hogy ez egy teljesen indokolt dolog, mert sokan azt mondják, hogy nem szeretik a birkát, nem szeretik a birkapörköltet, és különböző averzióik vannak az embereknek a birkapörköltekkel kapcsolatban. Amikor megkóstolják a karcagi birkapörköltet, akkor azt mondják, hogy hát ez egy finom dolog, ők ilyet nem is ettek. Hát hogyha ilyen lenne a birkapörkölt, akkor ők mindig ennék ezt. Én azt gondolom, hogy jól kell elkészíteni a hagyományok szerint, és még olyan emberrel, akinek nem ízlet, még nem is nagyon találkoztam. Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor fürdi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi minisztert. Rendhagyó módon került megrendezésre Karcag hatalmas évet bejárt fesztiválja, a birkafőző fesztivál. Önök itt a Téglás 2-es kertben, baráti körben főznek birkát. Néhány mondatot mondjon az előkészületekről, és arról, hogy az átalakuló világban miért fontos ezeknek a hagyományoknak a megtartása, megőrzése. Bármilyen irányba is fejlődik a világ, azért a magyar emberek szeretik a hagyományos ízeket, a finom falatokat, és látszik, hogy most is, amikor nem lehet nagy rendezvényt létrehozni, a karcagi birkafőzőversenynek a résztvevői otthon, családi, baráti körben főznek, és ezt tesszük mi is, feleségemmel, barátainkkal vagyunk itt a kertben, és már lassanként elkészül a birkapörkölt is teljesen hagyományos karcagi módon. És ezeknek az ételnek megvan a helyük ma is.
is, hiszen vannak ünnepek, vannak összejövetelek, és miért ne finom falatokat fogyasszunk, miért ne tegyük emlékezetessé akár Hungarikum szilvapálinkával, vagy eredetvédett szilva, illetve birsalmapálinkával itt Karcagon, és a birkapörkölt, a Ferdinánd, az szintén része ezeknek a programoknak, de igazából ez csak a gyűjtőpont, hiszen a legfontosabb az, hogy a családok, a barátok együtt legyenek ilyen alkalommal, és gyűjtjük az erőt természetesen a jövő évi birkafőző fesztiválra, nem szabad kiesni a gyakorlatból, ezért is kell egy kicsit főzni ilyenkor. Miniszter úr, hogyan emlékszik vissza az első birkafőző fesztiválra? Hát akkor még nem fesztivál volt, birkafőző verseny volt, és bőven elfértünk ott a múzeumparknak talán a negyedén. Én nem is emlékszem, olyan 20-30 főző volt talán, és nagy volt az érdeklődés. Meglepően nagy volt az érdeklődés, és aztán ez adott erőt a karcagi birkafőzőknek, a szervezőknek, hogy egyre nagyobb és nagyobb rendezvényre kerüljön sor, amely ma már olyan szinten nőtte ki magát, hogy Magyarország egyik legjelentősebb, leglátogatottabb gasztrokulturális programja, és olyan népművészek jelennek meg, olyan előadó művészek teszik emlékezetesebb az alkalmat, aki nem tényleg mindig örömmel gondol vissza valamennyi résztvevő. És én annak örülök, hogy míg az elején az idősebb és a középkorosztály dominált, most egyre több fiatal kezd főzni. A mostani alkalommal is például a nagyobbik fiam a jegyesével éppen birkát főzít a karcagi határnak a túlsó végén a sebeséri területen egy tanyán. Tehát zajlik ez a program, és ez mutatja azt, hogy a régi kezdeményezés az egy helyes dolog volt, és mindig van újabb lendület.